akkor így ide tesszük. Aha. A másikat meg ide tesszük. Erre az oldalra. Kettővel talad. Igen, mert az a telefonálós telefonom. Meg ha az egyik esetleg és ez meg kinyit fel, akkor a másik a maga a felvétel. Lehet vágni, szórakozhatsz vele. Persze. Tehát, mert ezzel csak interneten szoktam igazából. Tehát mert az Isten tiszteletet ezzel közvetítem. Felhúzom az ablakot. De majd nyugodtan húzom magamnak, hogyha jól esik. Csak most nem akarom, hogy véradásunk voltál? Vagy? Plazmadás. Plazmadás? Vérnek egy része. Na, hát Isten hozott, drága Peti, Balassagyarmaton. Ilyet láttál már, hogy a hegy elmegy Mohamedhez? Mert azért akárhogy is veszik, hát azért te egy elég jelentős influencer vagy voltál, még papkorodban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! És azért én akkor kerestem a kegyeidet, meg mit tudom én, hogy interjút csináljuk vele, csak akkor le lettél tiltva, ugye? És aha. Akkor én meg leutánoztalak ebben az autóban, volt a kamera, és akkor csináltam ilyeneket, ha mentem egyik helyről a másik, akkor én is ilyen kis dumákat nyomtam. Nekem az influencer szóról mindig az jut eszembe, hogy influenzás. Igen. Úgyhogy a szónak a hangzás világa annyira nem tetszik. De valójában arról is van szó, tehát a beavatkozás, ugye? Vagy beavatkozó, azt jelenti, hogy influencer? Influence, az valami hatás? Influencer? Igen, tehát, hogy igen, beható? Tehát, behatoló? Igen, tehát az influenza is, tehát jön egy valami ízé, egy vírus, és akkor ez téged megtalál. A influencer is így van, aki vannak itt. Tolja a vírusokat. Adóterem. Tüsszenget. Jézus, szeretlek. Na, képzeld, én is. Én ilyeket szoktam én is mondani különben. Meg ilyeneket, hogy jaj, de jó veled. Maradj el a Partizán e-mail listájáról jött egy levél, hogy Balassagyarmaton is van tétje a polgármester választásnak. Igen. És akkor ott elolvastam egy pár bekezdést, hogy itt most akkor ellenzéki lesz, vagy nem ellenzéki lesz. Igen, hát a legutóbbi választáskor is nagyon kevésen múlott, tehát ilyen majdnem fej mellett voltak, és na mindegy, ez... Hát áldja maga az Úr ezt a város. Egyébként nem viccből írtam, hogy Jézus szülőfalujába jövök, mert Mészáros Gyula, tudod, Lovas Ambar azzal szokott viccelődni, hogy Balassagyarmaton született Jézus. Ő is hallotta valahonnan, hogy igen. Ez a pártus hercegas monda világ azt vallja, hogy Jézus Balassagyarmaton született. Nem hallottad még? Ez nem, erről mesélj. Hát ennyit tudok róla, nem kutattam utána. De gondolom, két kattintással már lehetne találni 100 oldalakat a neten. Szóval Jézus szülőfalujában vagyunk. Balassagyarmaton. És szeretettel köszöntjük azokat, akik még soha nem jártak Balassagyarmaton. És most Széchenybe készülünk a szomszéd városba. Már azonnal elkezdtünk így a nézők tudatában járni. Igen, ott van ilyen jó kis vendéglő, de mondjuk az egyik, ami én úgy többször is voltam, az a Gesztenyéskert. Aha. És akkor ott tudnánk. Széchenybe jöttem én sokszor. Mert itt volt a lelkivezetőm, Berhidai Pius szexárdi származású ferences szerzetespap. És én volt, hogy idáig eljöttem stoppal. Széchenyig. Vagy Széchenyből vissza stoppoltam. De akkor még ott voltál a Dunántúlon, ugye? Vagy a Pécs mellett? Ez most megmozdult, lehet, hogy... Szerintem így, hogyha így volt, Szóval, hogy amikor ide jártam,
fénybe, akkor én erről csak Szexárdon voltam szolgálatban. 2015-16 környékén jártam ide Jézus Atyához lelkivezetésre beszélgetni. Úgyhogy jöttem hozzá szerintem azokban az években egy, hát most nem tudok számot mondani, de talán egy 3-4-szer megfordultam itt Széchenyben. És Széchenyből származik Dr. Udvar György Veszprémi érsek, aki főpásztorom volt a Pécsi Egyházmegyében. Beszélet. Nagyjából a, most a felénél tarthatok. Szerintem el is olvastam volna, mire idejérek, csak egy barátom felhívott, aztán egy nagy teológiai beszélgetésbe kezdtünk, valami 3-4 órát beszélgettünk, vagy még többet. De milyen jó az is való? Nagyon jó volt a beszélgetés. És nem tudom, tudod-e, hogy ilyen könyv már született, hogy Jézus és Nietzsche beszélgetése. Vagy várjál? Kis Szent Teréz és Nietzsche beszélgetése? Tehát lehet, hogy Kis Szent Teréz és Nietzsche. De nagyon tetszik nekem az írásod, és már úgy elmélyedtem benne, kis aláhúzogatások. Egy mondatot már ki is írtam a kis mappámba. Van egy ilyen mappám, hogy egy mondat Facebookra, ahol gyűjtök én idézeteket. És ezt a mondatot írtam ki, hogy azt mondja Nietzsche, hogy mindaz, ami szeretetből lesz megtéve, az mindig jón és rosszon túl történik. És akkor kérdezi tőle Jézus, hogy ezt ironikusan mondtad, és akkor mondja Nietzsche, hogy nem. Ezt komolyan gondolta. De ahogy látom itt a lábjegyzeteket, én nagyon beleástad magad Nietzschébe, ami magyarul, vagy nem tudom, eredeti... Csak nyilván csak magyarul. Ami magyarul elérhető, azt mindent elolvastál tőle? Hát nem teljesen minden, de hát persze, igen, volt amit alaposan, meg végig, meg többször is, de... Aha. De ott az a lábjegyzetelésen inkább csak tudod, arról szólt, hogy még csak egy szakdolgozat, és akkor nézem már ki, úgyhogy... Vannak hivatkozások benne, tudod. De hogy maga ez a mű, ami a könyvben megjelent, az egy szakdolgozat? Ja, igen, igen. Tehát ténylegesen egy evangélikus teológián beadtad. Ez a Debrecen Egyetemnek a filozófiai intézetében. Debrecen Egyetem filozófiai intézetében. Igen. Hát akkor le a kalappal. Igen. És elfogadták? Igen, ott én azt tetszett nekem benne, hogy nagyon-nagyon szabad légkör volt ott. Tehát ott egyszerűen éreztem, hogy megengedtem magamnak egy olyan szabdolót írok, hogy Jézus és Nietzsche beszélgetnek egymással. És nagyon, a Gulyás Gábor nagyon-nagyon jó értékelést adott. És ahogy így a könyvben van, ez így került be az egyetemre. Igen, igen. Szóval ez szerint, megvan ilyen fekete bekötött formában. Nincs tartalmi eltérés. Nincs, teljesen ugyanaz. Hát gratulálok. És nagyon elismerően, mondom, elismerően beszélt róla a témavezető, Gulyás Gábor, aki egy elég maga... nagy nevű filozófus, ilyen múzeumigazgató is. És a Vajda Mihály, aki sajnos tavaly elhúnyt, ő pedig hát egy még zavarba ejtőbb dicséretet mondott, hogy azt mondta, hogy hát, hogy nem vagyok filozófia történész, tehát nem tudom, hogy minden nem olvashatom el, de hogy szerintem a Nietzsche és a Jézus témában ez eddig a legjobb. Azért mondjuk egy akadémikustól jó leső volt. Abszolút. Hát én csak
azt tudom mondani, hogy elvesztem most, ahol tartok, ameddig olvastam, és majd hazafelé a buszban folytatom. Nem, de nekem egyébként azért volt, nincs így. Ha már ilyen influenceres dolog, mert akkor felhozom a napszakadalomat. Nem, igazából nem amiatt, hanem akkor... Tényleg most már nincsenek papigallér, meg ilyenek, ez tényleg a fénytűző. Bocs, belevágtam a szavadba, folytatom. De ne, hogy nem, meg itt fityeget négy, azt hiszem, búzsafűzér is, azt hiszem, a tükrön, ugye? Nem tudom, lehet. És... Na, de visszatérve ez a Nietzsehez, hogy... De igen, azért szerettem, mert azt hiszem pont a Gábor tartott nekünk Nietzsche. Tehát ugye hát egy levelező, mert a levelezőn azért tudod, ott nem lehetett annyira nagy minden részletességgel, tehát próbálták abba az öt évbe bele zsúfolni, amit lehetett, és akkor hát volt egy fél év Nietzsche. És akkor a Gábor nagyon élvezetesen beszélt róla, és akkor hát úgy lerakadtam ennél, hogy na, akár ilyen Nietzsche-ről akarok. Meg ugye olvastam neki egy pár dolgot már, és akkor neki mindig az volt a meggyőződésem, hogy 19. század, tehát így Nietzsche-t megkérdik, volt mindig egy kalap alatt, szóval egy módon szoktam őket emlegetni, annyi, hogy egyikük ugye teológiát is végzett, és tehát teológiát, ma éppen csak, hogy nem lett lelkész, tehát nem szentelték fel, de amúgy gyakorlatilag minden kritériuma megvan, tehát és ő tényleg ő egy olyan hitet is, tehát ami nagyon hasonlít ahhoz, amiről mi is beszélünk, én azt gondolom egyrészt. Nietzsche pedig ugye, mint egy lelkésznek a gyereke, aki már 8 évesen ateista lett, mert elég értelmes volt, tehát azt a fajta vallásosságot és kegyesét, azt így arra így nemet mondott, viszont ott volt benne az a végig a Krisztus. Tehát én azt érzem, végig ott volt, és elborulása előtti nagy ilyen magnézium fény az antikrisztus. Tehát ugye hát, de hát, csak ugye hát most egy mondjuk én, mint keresztény fiatal, nyilván nem vettem a kezembe egy ilyen című könyvet. Aha. Érted? Szóval annak idején. Tehát most ezt akkor olvastam, mondom, úristen, ez az evangélium. Mi a címe? Az antikrisztus, átok a kereszténységre. Hát mondom, nyilván akkor azt mondom, hogy jó, hát nincs, hát szegény, megbolondult, hát most, de nem akarom mérgezni magamat ilyenekkel. Tehát a fiatalom nem jutott eszembe, hogy ezt elolvassam, és akkor elolvastam, és akkor sírtam rajta, azt mondtam, hogy ez az ember pontosan a Krisztusban volt, és hogy nyilván az a közeg, ami körülvette őt, ami annyira, hát olyan, mint amikor így ilyen nagyon vastag guanó réteg van rajta valamin, és akkor úgy alatta ott pislákol még valami kis élet, de gyakorlatilag, szóval ha azt le nem veszik róla, akkor ez ott, de ez egy olyan élet, tudod, a Krisztusban való élet, ami nem tud meghalni. Nem. Tehát egyszerűen nem tud meghalni, érted? Akármilyen vastag guanó réteg borítja be, ha tenger fenekére elássák, ha atombombával felrobbantják, ha keresztre feszít, így azt meg is csinálták. Érted? Akkor is feltámad, érted? Tehát ez egy ilyen. Na most akkor ezek szerint Nietzsche-t bármilyen szörnyű szellemi közeg vette körül, és ahhoz ő túl értelmes volt, de benne a Krisztust elfolytani nem tudták. Valahol előtört, és aztán annyi, hogy az életének az utolsó 10 évét talán, hogy azt ugye elborult emlével érte már, hogy aztán olyan ügyes volt, hogy ezt el tudta játszani, hogy néha csorgatta a nyálát, és nem vállal, nem szólal meg, és belül pedig hát hallelujázott, vagy tényleg elborult az elmé, ezt nem tudhatom meg, de én sokszor gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy meg kéne próbálni nekem is, mert néha nagyon erős azért, ami körülbelül, tudod, szóval amikor ahol érintkezik az ember ezzel a világgal, az nagyon tud fájni. Rettenetesen tud fájni. És akkor úgy ott van az, hogy hát az, hogy magamra kezet emeljek, vagy érted az életem előttőnek, az ugye ez egy ilyen alapból elvetett gondolat, nyilván nem azért, mert valami dogmatika azt tanítja, hogy aki öngyilkos lesz, az eltározik, mert ilyen hülyeségben én nem hiszek. Hanem csak az, hogy hát tudom, hogy ezt az életet az Istentől kaptam, tehát valahogy ezzel nekem kezdenem kell valamit, és biztos meg is adja hozzá. De azért vannak olyan szélsőséges határhelyzetek, ahol bizonyos dolgokat valószínűleg nem lehet megúszni. Tehát azért Jézust is keresztre feszítették. Tehát nem arról volt, hogy na hát itt van az igazság, megmutattam, elétek éltem, látjátok, vakok láttak, sánták járnak, stb. És akkor most már innentől kezdve felfele ível a karrier, ha
jól megtértél, akkor már érted, akkor egészséges leszel, hogy Jézusnak gyűjtött mindenkit, még a halszájában is lehet pénzt találni, érted, akkor most akkor mi a gond? Akkor minden oké. Akkor megvan ez a jólét evangélium is. Egészség, jó mód, minden. És siker. Most akkor keresztre feszítették, érted? Tehát, és ez az ő földi sorsa és a munkája szempontjából egy nagyon, egy központi jelentőségű esemény. Az ő halála is meg, és feltámadása. Szenvedése is halála is fel. Mert a feltámadás az akkor valóságos, akkor lehetséges, hogy aki meghalt valaki. Én vagyok, aki halott voltam, de íme élek örökkön. Érted? Tehát aki halott voltam, tehát hogy elmondja, hogy halott volt. Ha ő nem lett volna halott, akkor nekünk nem lenne reményünk. Mert mi meg azt mi tudjuk, hogy meg fogunk halni. De ez az onnan jött, onnan még nem jött vissza senki duma, ez viszont igaz lenne, hogyha Jézus nem hal meg és nem támad fel. Tehát ez nem tudhatjuk. Tehát Jézus elénk élte az atyát, érted? Tehát most gondolj bele az Ószövetségben, jó, ott is már kinyilatkoztatta magát valamennyire, hogy a törvény, de hát most végül is csupa olyan dolgot mondom, hogy Isten bocsássa meg, azért közhelyes, mert az összes kultúrában az van azért, hogy ölni, rabolni, megbántani a másikat, az általában ugye nem dicséretes dolog. Tehát olyan fene nagy, nem tudom mi, hogy ezért mondja Pál is, hogy már bocsi, de hát azért még a pogányok, akiknek nincsen Mózesük, meg törvényük, hát azoknak sincs mentségük, mert ők is megsejthetik, felismerhetik a természet rendjéből, meg a saját lelkismeret, érted, szállt, hogy a római levél első fel, de ott mondjuk a lelkismeretről nem beszél, de arról igen, hogy a örök hatalma és istensége az az ő teremtményeinek értelmes vizsgálata révén felismerhető. Tehát, hogy a hülyén vizsgálat, akkor persze, akkor mondhatod, hogy nem ismerem fel, miért lenne, az értelmes vizsgálata révén viszont nyilvánvaló válik. És ugyanígy az is, hogy arról is, hogy a pogányoknak a szívükbe írt törvény. Érted? Uh-huh. Hát akkor még egy erkölcsi iránytű is van. Tehát szóval, hogy megvan minden, de ettől függetlenül mégis ott van bennünk egy bizonytalanság, mert nem tudjuk, hogy az, aki ezt az egészet irányítja, kitalálta, célja felé vezeti, ő semleges, közömbös, ránk bízza, olyan lesz, amilyen itt teszitek, vagy direkt cinikus és gonosz, és ki akar tolni velünk, és olyanokat csinál, mint mondjuk az emberek csináltak ilyen kísérletet, hogy a patkány berakták a vízbe, és akkor kapálózott, és akkor már mondjuk körülbelül egy fél óra után feladta. Aha. És akkor kivették, és megszállították, és talán visszatették a vízbe, és nem tudom, nem akarok kérdéseket, de valami 48 órán keresztül kapálózott utána. Ha volt emléke arról, hogy lehet, hogy ki fogják mondani. Igen. Én úgy bőgtem, meg annyira haragudtam azokra, akik ezt megcsinálták, hogy ez borzasztó. De hát pont ez az, hogy ember képes arra, hogy egy patkánya lesz megcsinált. Az Isten nem csinál ilyet. De ezt nem tudhattuk egész addig, amíg meg nem mutatta magát Jézusban. Amen. Amíg meg nem mutatta nekünk Jézus az atya igazi arcát, hogy ő annyira szeret, hogy inkább meghal, meg inkább ő szenved, mint hogy engedje, hogy velünk történjen ez meg. Érted? És ez a durva, hát, hogy... Illetve, hogy mag is engedi, hogy megtörténjen veled, de veled együtt éli át, és kihoz belőle. És kihoz belőle. Na ez az. Én persze már rengeteg szenvedés van. Hát most mondanám azt, hogy jó, én most már azért beszélek így, mert a saját szenvedéseimet, amik voltak, azokat már szégyellem, hogy egyáltalán bármikor is panaszkodtam, mert tudom, hogy mennyi szenvedés van a világban. Akár egy szerencsétlen kis kísérleti patkányi, akivel sokkal több közelséget érzek most már, mint saját magammal, sokkal szolidálisabbnak érzem magamat vele, mert most már azt mondom, hogy Istenem, én mit panaszkodtam? Voltak persze, úgy éreztem magamat, mintha én lennék valami, akire irányul minden rossz, de hát én tudom, hogy mennyit szenvedtek emberek azokról, szóval még látom, akár csak a saját ismeretségi körömben is, hogy mennyi szenvedés van, mennyi nyomorúság. Egyébként szerintem ez a kísérleti patkány most, ha megpróbálok az ő fejével gondolkodni, neki ez egy mély meditáció volt. Mert az első esetben először tapasztalat nélkül fél óra után feladta, és igazából ott
Jó, és szentelek, hogy is mondjam. Szóval ott... Jó, ott, amikor feladta, akkor gondolom, hogy rövid időn belül megfulladt volna. Igen. És hogy... Amikor kivették, megszárították és visszarakták, akkor szerintem... Már egyáltalán nem abban gondolkodott, ha most ezt a szót mondhatom rá, hogy gondolkodott, hogy a rohadt életbe vízbe estem, ki kéne innen menekülni, hanem akkor már csak arra az emlékre fókuszált, hogy engem innen kimentettek. És szóval ez egy nagyon nagy különbség, és habár jó, oké, a kísérlet az nem szép dolog, de mégis olyan ez, hogy a kísérletre nem a patkánynak volt szüksége, hanem az embernek. De hogyha a patkány helyzetébe képzelem magam, akkor a második esetben... Tehát ez most olyasmi, mint hogyha most éljük itt az életünket bizonytalanságok között, és hirtelen meghalnánk, az Úr elvisz minket a mennybe, ott megtörténik a fürdetés, tisztába rakás, szárítóba, és akkor azt mondja, hogy na most ezzel a tudattal, hogy itt velem találkoztál, akkor most 48-szor fél óra, akkor az 96. Na most 96-szor annyi szenvedésbe visszaküldelek, de már tudni fogod, hogy a végén ide fogsz visszakerülni, és innentől kezdve nem 96-szor annyi ideig lesz a jó helyen, hanem a végtelenségig. És szerintem a hitben valami ilyesmit nyilatkoztat ki az Úr, hogy igazából te már ki vagy mentve. És most megkapod azt a bizonyosságot, hogy megmentett vagy. És tulajdonképpen mindegy, hogy fél óráig, 48 óráig, vagy akármeddig. Ezért mondtam azt, hogy a második esetben a patkánynak az a 48 óra az már egy mély meditáció volt. Tehát ott az a patkány valami olyasmit élhetett át a 48 óra kapálózásban, mint a Szent Lőrinc vértanú, akit rostélyon sütöttek a hóhérok Rómában, és követelték tőle az egyház kincseit, ő meg mondta, hogy a szegények az egyház kincsei. És akkor mondták tőle, hogy megtagadod Krisztust? És akkor mondta, hogy nem tagadom ma Krisztust. Elkezdett nevetni, és kérdezték, hogy mind nevet, és akkor mondta, hogy hát még a másik oldalamat nem sütöttétek, meg fordítsatok át. Tehát ugye az nem adatik meg nekünk ez a kísérletnek ez a verziója, hogy akkor most mennybe kerülünk, ott megkapjuk ezt a dózist, és utána visszadobnak minket. Tehát ilyen módon nem, de olyan módon viszont igen, hogy halljuk az evangéliumot. És az evangélium azt mondja, hogy már mag vagy mentve. Mielőtt a vízbe belettél volna dobva, már mag lettél mentve. Tehát mielőtt én 83-ban, március 27-én megszülettem volna, és a Heidegger szavaival élve kivetettek volna a létbe. A létbe való kivetettségem az igazából egy magmentettség szeretet körébe való beleültetést jelentett. Isten értessen minden leendő utasunkat, aki majd virtuálisan vagy valóságosan beül a kocsiba. Na, hát akkor szerintem majd utána folytassuk, csak most nézzük meg egy ebédet. Nézzük meg az ebédet. No. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai videó üzenetet innen az autóból Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak szeretném üzenni. Remélem, hogy
eljut hozzá, és meg fogja nézni ezt a felvételt.